kevesen vannak és alul fizetettek a tűzoltók, állítják a szakszervezetek. Egyes városokban 10 év alatt majdnem egyharmaddal csökkent a hivatásos állományban dolgozók száma. A szocialisták szerint azért nincs elég ember, mert a kormány elvette a rendvédelmisek megbecsülését. Harangozó Tamással beszélgetünk. Jó estét, képviselő úr! Jó estét kívánok! Hát a megbecsülésük a rendvédelmieknek igazán sose volt nagyon magas, hogyha azt pénzben mérjük csupán, mert hogy hát egészen elképesztő fizetésért dolgoztak mindig is. Bár azért nem mindegy, hogy mihez képest. Hogy a legnagyobb probléma most is az, hogy bár volt egy 50%-os, úgynevezett 50%-os béremelésük 2015-ben, persze ez az akkori fizetésük 50%-át jelentette 5 év alatt, nyilván a végére már teljesen elinflálódott, de ehhez képest a piaci bérek és minden más bér meg növekedett. Tehát ma valaki 170 ezer forint nettót kapjon kezdő tűzoltóként, vagy ahogy a szakszervezetek bemutatták, 240 ezer forint nettót kapjon 25 évnyi olyan szolgálatére, ahol nap mint nap az életét kockáztatja, az egyszerűen nem hogy nem versenyképes, hanem nevetséges. És persze minden relatív, de azért volt olyan időszak, amikor ha nem is volt magas a fizetés, a mindennapi bérekhez képest azért nem volt ekkora szakadék. És ha már megbecsülésről beszélünk, azért nem minden a pénz. Hát elvették a nyugdíjukat, elvették a nyugdíjrendszerüket, elvették a már nyugdíjba von szolgálati nyugdíjasoknak, akik még az öregségi korhatárt nem töltötték be. Úgy, ahogy van visszamenőleg, ugye elvették a nyugdíjas státuszukat, és elvették a mai generációtól, meg azoktól, akiktől azt várnánk, hogy szereljenek föl, hogy válasszák ezt a hivatást, elvették a jövőt azzal, hogy már nem is számolhatnak azzal, hogy szolgálati nyugdíjba mehetnek. Mindig elmondom, hogy nincs még egy olyan épeszű ország a világon, ahol nincs szolgálati nyugdíj. Az Egyesült Államok, amelyik a kapitalizmusnak a netovábbja, és a nyugdíjrendszerről, meg az egészségbiztosításról kb. Obamánál hallottak életükbe először, mert sose volt, magánnyugdíj volt, meg magánegészségbiztosítás, abban az országban 20 év után minden katona és minden rendőr elmehet szolgálati nyugdíjba, ha akar. Nyilván a rendes nyugdíja felér, de akkor is van egy döntési helyzete, hogyha lelkileg, fizikailag nem bírja ezt a szolgálatot tovább, akkor megköszöni neki az állam, hogy eddig is segítette az embereket, védte őket, és enged neki egy másik életteret. Nálunk ugye ezt kiirtották, ez sincsen. A tűzoltóktól plusz még, ami ha már nem csak pénzről beszélünk, ugye elvették a nevüket, úgymond a szimbólumokat, a történelmüket, azzal, hogy a tűzoltóságot átkeresztelték katasztrófa védelemre, és ezt a egyébként teljesen nonsensz nevet, mert hát a katasztrófát nem szoktuk védeni, aggasztották rájuk. Ezért mondjuk azt, hogy van erre megoldás mindegyikre, például egy olyan bértáblát és egy új életpályamodellt mondhatnék, de szerintem már hát a közepénre nem kívánja ezt a szót. Annyiféle életpályamodell volt már ebben az országban. De maradjunk annyiba, hogy bérrendszer, amelyik automatikusan követi ezeket a folyamatokat. Hiszen ma azt látjuk, hogy nekik van egy alapbérük, amihez nem nyúltak már tizenvalahány éve, hanem mindig fódozgatják. Amelyik mondjuk követi a reálbéreket, követi a többi pályán lévő bért, anélkül, hogy kegyet kéne gyakorolni a miniszternek vagy a miniszterelnöknek, benne van a törvényben, ha ez történik, mint ahogy a képviselők fizetését azért csak sikerült a Fidesznek az átlagbérekhez. Azt mondja meg nekem honvédelmi és rendészeti bizottsági tag, az ott szóba szokott kerülni, hogy kellene valami, ha már katasztrófavédelem, a katasztrófavédelem munkatársainak adni? Tehát, hogy ez így nem állapot? És ugye az éves meghallgatáson, sőt volt olyan bizottságülés, ahol maga az országos rendőrfőkapitány is már tán tavaly vagy tavaly előtt kimondta saját szájával, hogy tudják, hogy elinflálódott ez a pénz. Ugye akkor mondta azt a picit szerencsétlen mondatot, hogy kitartást kérnek a kollégáiktól. Tehát nem arról van szó, hogy ők nincsenek azzal tisztában és lebegnek ott az állomány fölött, és nem tudják, hogy baj van. Világosan látják, ez a kormány. De hát a kapitány sem tud több pénzt adni. Ő nem, azért mondom, hogy ez a kormány bűne. Most ott tart a rendőrség, hogy nem tudják kiadni meg ilyet szabadságokat. Természetesen, és ugye nem tudják, vagy nem akarják a túlórákat se tisztességgel rendezni, de ez, amiről már sokat beszéltem, hogy a leszerelési hullám túlórát termel. A túlóra újabb leszerelési hullámot termel, aztán a végén ott fognak állni ketten a parancsnokok, azt nézik, hogy melyik oszta be a másikat egymást. A tűzoltóknál, ugye, és a legrosszabb az egészben, hogy megy ez az állami propaganda mellébeszélés, mondjuk őszintén hazudozás. Azt állítják, hogy minden rendben van, a konkrét győri példánál is, hogy ugyanannyi ember van. Ja igen, csak beleszámítják éppen a portáson kívül lassan mindenkit. Tehát való igaz, amit állít a szakszervezet, hogy az a vonulós tűzoltó, aki minket kimenthet az autóból, ha az M1-es autópályán fejreállunk,
vagy bármelyik győri állampolgárt kimenti a lakásából, ha tűz üt ki, azok 30%-kal kevesebben vannak. Mert egyébként beleírják, hogy ilyen vegyvédelmiseket, ilyen olyan amolyan beosztásban lévő felügyelőket, mindenkit, és a végén odaírják, hogy semmi nem változott. De hát ez nem csak azt eredményezi, hogy kevesebben vannak, ez nyilván hosszú távon azt is eredményezi, hogy kevesebb helyre, vagy sokkal rosszabb időarányban jutnak el. Ezt mondja a szakszervezet is, ők maguk is azt állítják, és nyilván ez az állománytól is jön, hogy ez bizony már az emberek életében is kerülhet, vagy legalábbis sokkal nagyobb kockázatot jelent, legalábbis csökken mindenféleképpen a színvonal is. Hát nem beszélünk azért országosan olyan nagyon sok emberről, de ezt is államosították, elvették az önkormányzatoktól. Ugye az önkormányzatok sokszor, nagyon sokszor plusz pénzt raktak bele, akár az állománynak adtak jutalmat, vagy bérkiegészítés eszközöket vásároltak, ez most mind nincs. De még egyszer mondom, ilyen bérekért sem lehet őket, mert ez egy hivatás, azt mondani, hogy gyere komám. És ugye a másik példa, hogy 700-an voltak, akik esküdtettek mondjuk még az átkos 2010 előtti utolsó évben, most meg a szakszervezet állítása szerint 70-valahányan tették le ugye ezt az esküt. A tizede. Aki most újonnan végigcsinálta, és akkor felszerelt az egész országot. Hát most sorolt, ennél nagyobb beismerő vallomás. Szinte érthetetlen gesztus, ha valaki motizoltónak akar menni, mert hát mit kap? Így. Hát most gondoljunk bele, a 170 ezer nettóra csak azt akartam mondani, hogy ma már nem kell Ausztriába menni, hogy valaki ennél többet keressen, mert bármilyen betanított munkára elmegy Magyarországon, és meg. Ugye azt lehet tudni, hogy a tűzoltók jelentős része most is másodállással egészíti ki a saját munkáját. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 7 napjából 7-et dolgozik végig. Így van. Így van, de hogyha ugye ezt a lehetőséget is szűkítik nekik, meg megy ez a minden élet minden területén beköszöntő, most már, ahogy halljuk, a kórházakban és a rendelő intézetekbe is beférkőző belső ellenőrzés, bűncselekménye, provokálás, stb. A korrupció ellenes harc tekintetében. Én tudnék néhány címet mondani, hogy hol lenne érdemes bűncselekménye provokálni, nem is kéne ezeket provokálni, hogy kiderüljön, hol tűnik el az állampénze, szerintem nem a tűzoltóknál, szóval még ez is problémát okoz. És mindig elmondom, hát tűzoltónak, leszokták mondani, hogy akár születni kell, ez egy hivatás, ezt normális ember. Tegnapi napon Szekszárdon éppen mentünk, kopogtattunk, aláírás gyűjtöttünk, ott égett a harmadik emeleten a panel lakás, 5 percen belül ott voltak, kimentettek mindenkit, nyilván ott áll mindenki, csak akkor vesszük őket észre. De ők minden reggel ezt csinálják, és minden nap 5 percen belül készen kell, hogy legyenek. 63 évesen hogy lehetne ezt csinálni, Rónai úr? Nem lehet. El kéne gondolkozni rajta, hogy a politikának hogyan kellene ebbe belelépnie, mert nyilván nem csak pénzkérdés valóban, hanem számtalan. De én azt mondom, hogy lehet egy tisztességes bérrendszert csinálni, hadd ne menjek bele a részleteibe, az érintettek értik, hogyha odakötjük a törvénybe ennek az összegét minden évben valamihez, mondjuk a reálbérekhez, vagy bármi hasonlóhoz, és hogy a szolgálati nyugdíjukat visszakapják, hogy legyen egy az az életpálya, aminek a végét is látom, nem csak az elejét, meg a közepét. Elég régóta mondják. Köszönöm szépen, hogy is egyetlen muszáj átadnom, mert a kampány közben üzentek önnek és a kedves TV tulajdonosoknak is főszerkesztőnek. Akkor most megkapaszkodok. Nyugodtan, az ATV nézői Szekszárdról az aláírásgyűjtés közben azt kérték, mindenképp mondjam el, legyen már délben is iradó, mert egész nap ott ülnek estig, és nem tudják, hogy mi a valóság, máshonnan meg nem akarnak tájékozni. Mondanám, hogy átadom, de az ATV vezetői is hallották ezt. Köszönöm szépen.